Most még levágott száraz ágak és jelentős mennyiségű avar található a Petszaladár megyei oktatókórház egyik ligetes részén. Hamarosan azonban gyermeki nevetéstől lesz hangos ez a terület. Itt épül majd ugyanis egy játszótér, melynek több funkciója is lesz. Kezdetben még nem is igazán értettük mi magunk se, az intézmény vezetői, hogy valóban hogy fér el egy játszótér egy olyan üzemben, ahol az emberek betegen jönnek és gyógyultan gyorsan távoznak. De egyszer csak megértettük egymást, és láttuk, hogy a szándék is nemes, és valóban vannak olyan csoportok, gyerekek is és felnőttek is, akik ezt majd részben rehabilitációs kezelésnek a részeként, részben valóban egy kis kellemes időtöltésként tudják használni. A Lurkó Alapítvány 16 éve jelen van a kórház gyermekosztályán. Mostani kezdeményezésükkel újabb területet használnának fel a gyermekek megsegítésére. A Lurkó Alapítvány 16 éve a Győri Kórház gyermekosztályán fekvő gyermekeket segíti, játékkal, kézműves foglalkozással, és az alapítvány 3 játszóházat alakított már ki a kórház területén, épületében, és most szeretnék azokra a gyermekekre gondolni, akik kórházi kezelést, ellátást, vizsgálatok igényelnek, de nem ágyhoz kötöttek, és ebből a gondolatból született meg az, hogy milyen jó lenne az udvaron egy játszótér azoknak a gyermekeknek. Úgyhogy ebből jött az álom. Valóban egy igazi álom ez az alapítvány és György számára is, hiszen rengeteg beteg gyerek arcára csalhat mosolyt ez a fejlesztés. Az önkormányzat igyekszik minden korosztályra gondolni, így ez a mostani közösségi tér jól illeszkedik majd a város játszótér építési programjába. Mozgalmas időszak van a győri játszótereket illetően, hiszen pont nemrég jelentettük be, sőt már több éves folyamat, hogy folyamatosan fejlesztjük, felújítjuk a győri játszótereket, sőt jelentős bővítések is lesznek, tehát komoly összeg áll rendelkezésre ebbe a költségvetésben, és hát ugye minden képviselő szívügyének érzi a játszóterek fejlesztését. Tavaly évben jött egy olyan megkeresés, hogy itt a kórház területén a Lulko Alapítvány gondolkodott egy játszótér megteremtésében. Borkai Zsolt polgármester úr támogatta ezt az elképzelést, és a város költségvetéséből fordítunk 12,5 millió forintot ebben az évben ennek a kivitelezésére. A játszótér vélhetően gyermeknapra elkészül, azonban a Lurkó Alapítvány további felajánlásokat vár, hogy a játszótér mellé egy speciális, mozgáskorlátozottak számára is használható rehabilitációs park is létesülhessen.